Köszöntöm Önöket! Ez a KVTV híradója május 18-án, Kazincz Barcika és a térség híreivel. Lássuk a legfontosabbakat, először röviden. Igazgatóválasztás. A Pollák tanári karának döntését támogatja a Kazincz Barcikai önkormányzat. Bajnok csapat. A KBSC ismét feljutott az NB2-be. Országos verseny. Csaknem 500-an vettek részt a 17. Magyar Mazsored bajnokságon. A Kazincz-Barcikai Pollák Mihály általános iskola jelenlegi igazgatójának, vagyis Fürjes Gáborné Csépányi Ágnesnek a pályázatát támogatja Kazincz-Barcika város önkormányzatának képviselőtestülete, így döntött a grémium szerdai rendkívüli ülésén. Szitka Péter Kazincz-Barcika polgármestere az ülést követően érdeklődésünkre elmondta, a korábbi időszakban mind bizottsági, mind testületi üléseken téma volt, hogy miután a pályázatokkal kapcsolatban megszületik az intézmény pedagógusainak állásfoglalása, a grémium megismeri és véleményezi azokat. Kiemelte, ez a vélemény megszületett, amely alapján a polgármester és a városatyák is a jelenlegi intézményvezető pályázatát támogatják. Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úrral. Van egy olyan megállapodása a képviselőtestületünknek és nekem is, mint polgármesternek, hogy megvárjuk a szakma álláspontját, a pedagógusoknak a véleményalkotását, mind a személyről, mind a szakmai anyagról, és ezt követően, amikor ez a véleményalkotás megszületett, ezt szentesíti a képviselőtestület, és véleményezi és támogatja, hogy a miniszteri kinevezés gyakorlatilag az az igazgató nő kapja meg, aki egyébként a kedvezőbb elbírálást kapta, mind szakmailag, mind személyében. Ez a tegnapi napon megfogalmazódott, ezért is volt ma rendkívüli képviselőtestületi ülésünk, és a határozati javaslatunkat úgy fogalmaztuk meg, hogy a magasabb vezetői beosztásra beérkezett pályázatok közül Fürjes Gáborné Csépányi Ágnes pályázatát támogatja a képviselő testületünk, ugyanis a szakmai voksok alapján egy nagyon erős és meghatározó többlettel és támogatással bír a pedagógus társadalom részéről, mind személyében, mind szakmai anyagában, úgyhogy ezt támogatjuk, és szerintem ezt a képviselő úr is, Demeter Zoltán úr is, és véleményezem, hogy a miniszter is el fogja fogadni, és ezt a kinevezést fogja abszolválni. A labdarúgó NB3 keleti csoportjának 31. fordulójában a Kazincz-Barcika a Putnok együttesét fogadta május 14-én a Pete András stadionban. A házigazdák számára a 3-0-ás győzelem a bajnoki címet és a feljutást jelentette. Nagy várakozás előzte meg a találkozót, hiszen a Kazincz-Barcikának egy győzelem a 3 ponton túl a bajnoki címet jelentette. Ennek megfelelően lendületesen kezdtek a házigazdák, a Putnok csak ritkán jutott el Somodi kapujáig. A kék-sárga lehetőségek azonban kimaradtak. A vehemens hazai rohamok a 44. percben értek gólá, amikor Konstantinescu vette be fejjel Botló kapuját. 1-0. A legjobbkor került előnybe a barcikai együttes, örült is a népes, mint egy 1000 fős szurkoló sereg. A második játékrész is hazai helyzetekkel kezdődött, és a csereként beállt Bene duplázta meg a KBSC előnyét, hiszen a jobb oldalról leadott lövése a bal sarokban kötött ki. A folytatásban akadt helyzete a vendégeknek is, de továbbra is főként a Koleszár György vezette gárda dominált a mérkőzésen. A kéksárgák remekül védekeztek, és a Putnok nem tudott szépíteni. A végén jött a csattanó, Farkas húzta el a labdát a kapus mellett, és az üresen maradt kapuba lőtt. 3-0. Én nagyon boldog vagyok, hogy a barcikai futball újra az NB2 asztalára került. Meg is érdemli. Tudnék felsorolni több olyan csapatot, akinek nem biztos ott a helye, a barcikainak ott a helye. Hát innentől kezdve a vezetők feladata az, hogy legalább ilyen minőségi csapatot tudjanak összeszedni az NB2-re is, amivel különösebb gond nem szabad, hogy adódjon az NB2 mérkőzéseinek során. Ez a siker azt jelenti, hogy a hátralévő három forduló eredményeitől függetlenül a 11 pontos előnnyel élen álló Kazincz-Barcika biztosan az élen végez az NB3 keleti csoportban, és feljut az NB2-be. A lefújás után együtt ünnepelt játékos, vezető és szurkoló. A kék-sárgák 4 év után szerepelhetnek ősztől ismét a másodosztályban.
A szurkolók a mérkőzés után sem mozdultak, állva tapsolták a bajnok csapat tagjait. A játékosok és a vezetők egy-egy betűt jelző pólóban bajnok csapat KBSC 2017 feliratot alkotva vonultak ki egyesével a pályára. A KBSC legközelebb május 20-án Jászberényben szerepel, majd május 27-én este 6 órától a Tiszaújváros ellen játszik hazai pályán. Harmadik helyen zárták a szezont a férfi futszál NB2 keleti csoportjának felsőházi rájátszásában az Ördögök. A Kazincbarcika a Kincsem együttesét fogadta és győzött 4 góllal május 15-én. A mérkőzés előtt az volt a nagy kérdés, hogy az Ördögök megszerzik-e csoportjukban a harmadik helyet. A Kincsem ugyanis több győzelmének köszönhetően a borsoriak előtt állt a mérkőzés előtt. Irhás gyors góllal nyitott, amire a vendégek részéről Fülöp válaszolt. A gyors gólváltás után a félidőben végig többet támadó Kazincbarcika Irhás találatával vette vissza a vezetést. A félidőben 2-1-re vezetett a házigazda alakulat, de a hazai nézők érezték, ez a sovány előny még kevés az üdvösséghez. A második játékrész elején villámgyorsan egyenlített Vörös révén a Kincsem, majd Fekete Viktor pár perccel később ismét az Ördögöknek szerezte meg a vezetést. Úgy tűnt, a vendéglátók eldöntik a 3 pont sorsát, hiszen kerekes gólja után már 2-vel vezettek. A Kincsem vészkapussal próbálkozott, és Csőke révén összejött a szépítés. Az egyenlítésre azonban már nem futotta, hiszen Fekete ismét 2 gólosra növelte a borsoriak előnyét. Fülöp találata után még felcsillant a vendégek előtt az egyenlítés reménye, de jött Dorogi, Lippai és Badalik, és minden szerte foszlott. A házigazdák 4 góllal vezettek, és meggyőző fölénnyel hozták az újabb hazai sikert. A lelkes hazai publikum felállva tapsolta a kedvenceket, és kezdődhetett az ünneplés. A Kazincbarcikai Ördögök ese első NB2-es szezonjában 18 pontot szerezve a 3. helyen végzett a keleti csoportban. Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készül Kazincbarcikán. Ennek kapcsán a jövőben lakossági fórumot tart a kazincbarcikai polgármesteri hivatal. Az országgyűlés tavaly új törvényt alkotott az építésügy és az építés szabályozásának átfogó reformja keretében. Az új jogszabály értelmében Magyarországon minden településnek 2017. október 1-jéig meg kell alkotni a településképi rendeletet, valamint el kell készíteni a rendelethez tartozó településképi arculati kézikönyvet. Ez egy szemléletformáló kiadvány, arra szolgál, hogy ha bárki a városban, egy városlakók közül építeni szeretne Barcikán, akkor ezt milyen keretek között teheti meg. Ennek kapcsán nekünk végig kell menni a városon és befotózni az összes jó példát. A városban ez vonatkozik köztérre, egy szép kerítésre, egy szép homlokzatra, vagy a területre jellemző, mondjuk őshonos növényfajra. Az önkormányzatnak ebben a rendeletben kell meghatározni a településképet formáló részletes szabályokat, követelményeket, valamint a helyi védelemre vonatkozó előírásokat, amely tulajdonképpen a város hagyománytőrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését, kialakítását jelenti. A településképi rendelet előírásokat fogalmazhat meg többek között a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan. Ahhoz, hogy a Kazincbarcika településképét meghatározó adottságokról pontos képet kapjon az önkormányzat, települési értékvizsgálat szükséges, amelyhez az épületeket és a településrészeket számba kell venni. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet kiegészítésénél kiemelten fontos szempont, hogy az széleskörű helyi társadalmi bevonás mellett történjen. Szívesen veszük a lakosságnak a részvételét, lakossági fórumok lesznek, szívesen várjuk az ő fotóikat például, hogyha a városba találnak szép példákat, és amennyiben mi is úgy ítéljük meg, hogy valójában elérje ez azt a minőséget, amit a város képvisel, akkor ezt bele fogjuk tenni a település arculati kézikönyvbe. Az első tájékoztató jellegű lakossági fórum pontos időpontjáról és helyszínéről bővebb információt Kazincbarcika város honlapján, a KVTV képújságjában, valamint a Color Hírben találnak majd. Közmeghallgatást tartott Kazincbarcika város önkormányzata május 11-én a polgármesteri hivatal nagy tanácskozójában. Az eseményen 6 érdeklődő vett részt, akik több közérdekű témát jeleztek a városvezetésnek.
A közmeghallgatás fő témája egyértelműen az Egressy út megújult belvárosi szakaszának közlekedési rendje volt. A hozzászólók egyebek mellett kiemelték, csak részben megoldott az árufeltöltés, illetve főként a városba látogató idegeneknek jelent gondot, hogy nem tudják, hogyan lehet megközelíteni egy-egy üzletet. Szitka Péter polgármester válaszában hangsúlyozta, a forgalmi rend, mely a sétáló utca felújításakor lett kialakítva, éppen ezt a célt szolgálta, hogy az átmenő forgalom átterelődjön a korábban létesített gyűjtőutakra, és ezáltal megoldódjanak a korábbi forgalmi és parkolási problémák. Ráadásul, folytatta a polgármester, az új utak mentén számtalan új parkoló is létesült, így csupán megszokás kérdése az, hogy ne az üzlet előtt parkoljanak. Kiemelte, nincs ez másképp a közeli nagyvárosokban, így Miskolcon, Ózdon, de Egerben sem. Azt a lakossági felvetést viszont a városvezető is támogatta, hogy jelenjen meg a közlekedés rendjéről egy egyértelműsítő térkép a Color 7 heti lapban, valamint hogy kiegészítő táblák segítsék az eligazodást a belvárosban. Érkezett kérdés a városi strand újranyitásával kapcsolatban is. Szitka Péter kijelentette, a létesítmény további sorsa folyamatosan napirenden van a testületi üléseken. A strand újranyitásához először ki kell dolgozni egy koncepciót, illetve befektetőt, forrást kell találni a rekonstrukcióhoz. Az Egressy úton és a strandon kívül téma volt még egyebek mellett egy új gyalogátkelőhely létesítése a Rózsadombnál, szó esett az Aranyalma utcában út és csapadékvíz elvezető kialakításáról is, de a KSK-n épülő új műfüves pályával és annak finanszírozásával kapcsolatban is érkeztek kérdések. Kazincz Barcika adott otthont május 12-e és 14-e között a 17. Magyar Mazsoret Bajnokságnak. Az eseményen 18 településről közel 500-an vettek részt. A versenyzők bevonulásával vette kezdetét múlt pénteken az egész hétvégén tartó 17. Magyar Mazsoret Bajnokság a Don Bosco Sportközpontban. Az eseményen előbb Szitka Péter Kazincz-Barcika polgármestere köszöntötte a megjelenteket, aki beszédében úgy fogalmazott, nagy megtiszteltetés a színes városnak, hogy otthont adhat ennek az ugyancsak színes rendezvénynek. Ez egy óriási büszkeség egyébként szerintem a városnak. Egyrészt, hogy ennyi fiatal, ennyi hölgy, ennyi gyönyörű hölgy idejön most Kazincz-Barcikára, hiszen Mazsoret bajnokság Borsoda vagy Zemplén megyében most van itt először, és most már 17-et számlálják, tehát egyébként ez azt gondolom, hogy most már időszerű, rendkívül büszkék vagyunk. Seres Otto, a Don Bosco Sportközpont igazgatója hozzátette, számukra is öröm, hogy a múlt szeptemberi nyitást követően fél évvel már ilyen neves eseménynek adhatnak otthont. Geisztné Gogolák Éva, a Magyar Mazsoret Szövetség elnöke beszédében úgy fogalmazott, ez a bajnokság a sportág legrangosabb hazai megmérettetése, ennek eredményei alapján vehetnek részt a legjobbak az Európa-bajnokságon. A szövetség elnöke a KVTV érdeklődésére a verseny részleteiről is szólt. Borsodban még egyetlen egyszer sem volt versenyünk. Úgy kerültünk ide, hogy a Szendrői Százszor Szép Mazsoret csoport a tagszervezeteink közé tartozik, és ők pályáztak arra, hogy megrendezhessék ezt a bajnokságot. A háromnapos programra 18 városból több mint 460 versenyző érkezett. A 17. Magyar Mazsoret Bajnokság pénteken egyéni és csoportos versenyekkel kezdődött, majd szombaton menetversennyel folytatódott. A verseny végül vasárnap a színpadi számokkal és az eredményhirdetéssel ért véget. A Kazincz-Barcikán megrendezett 17. Magyar Mazsoret Bajnokság eredményeit hírportálunkon, a Color Line-on is megtalálják. Több mint 12 000 tő saját nevelésű és további 20 000 előnevelt növény díszíti ebben az évben a kazincz-barcikai közterületeket. A virágokat idén új koncepció szerint ültetik ki, melyben a mértani alakzatok helyett a szabadosabb, vidámabb formákon lesz a hangsúly. Egynyári virágokat ültetnek az unikornis tövébe. Ezt a csomópontot évek óta virágok díszítik nyáron. 2014-ben az ország legszebb körforgalma címet is elnyerte egy hírportál szavazásán.
A Barcika Park Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint Kazinc Barcikát idén 8000 tő futómuskátli és 5000 cserép egynyári virág díszíti, melyeket a cég saját fólia sátrában neveltek. Mindezeken felül a napokban érkezett a már jóval korábban ágyások szerint megtervezett, mintegy 20000 darab előnevelt palánta. A cég vezetője a KVTV-nek azt mondta, a Barcika Park minden évben igyekszik újdonságokat hozni a város köztereire, más koncepcióval, más virágokkal. Idén a legnagyobb hangsúlyt a formákra szeretnénk helyezni. Kísérleti jelleggel megpróbáljuk felidézni az angol kertművészet talán szabadosabb és vidámabb formáit, szemben a szabályos mértanalazatokban történő kiültetésekkel, melyek leginkább a barokk kerteknek az ismérve. Bizonyára többen tapasztalták már a belváros terének lámpaszlopai felszerelt nagy önlocsoló virágtartályokat, melyek az idei évben kerültek először kihelyezésre. Ezekben a tartályokban kétféle színű édesburgonya, balkonaranya és mézecske kapott helyet. Remélem azt, hogy ezek a csodálatos növények minél előbb színezuhataként fognak majd a tartóedényükből. Scholz Roland hozzátette, 2016-ban Kazincbarcika megkapta az észak-magyarországi régiónak járó legrangosabb kitüntetések egyikét, az Arany Rózsa díjat. Ez pedig arra kötelezi a várost, hogy a városüzemeltetési munkákat a jövőben is ennek szellemében végezzék. Hazatértek Erdélyből a kazincbarcikai Pollák Mihály Általános Iskola Székhely Intézményének és a Kazinci Ferenc Tagiskolájának diákjai. A négynapos kirándulásra a határtalanul pályázat keretében utaztak a tanulók. Határon túli élményeikről meséltek a Kazinci Ferenc Tagiskola diákjai társaiknak. A négynapos erdélyi kirándulásról az egyik tanuló kisfilmet készített, amit az intézmény aulájában mutattak be a felsősöknek. Az eseményen a pedagógusok emléklapot nyújtottak át a tanulmányi úton résztvevőknek. A kirándulás során a diákok megismerték a határon túli természeti kincseket, az erdélyi magyarság értékeit, Kolozsvár, Nagyvárad és Nagyszalonta történelmi nevezetességeit, bebarangolták Dévát és a környező településeket, valamint a tordai sóbányát is. A tanulmányi úton 48 gyermek és 4 pedagógus vett részt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Határtalanul projekt keretében. Ez pedig már a Pollák Mihály Általános Iskola aulája, ahol szakítva a hagyományokkal egy kiállítás keretében számoltak be a kirándulásról a diákok. A tárlaton fotók és használati tárgyak láthatóak. A négynapos programra több mint 50 tanuló, 5 pedagógussal utazott. Én voltam már egyszer Erdélyben, és hát nem maradt meg sok minden, mert még kicsit kisebb voltam, de most nagyon jó volt feleleveníteni így az emlékeket, és nagyon kedvesek ott az emberek. Nagyon jól éreztem magam, mert láthattunk sok szép dolgot, amit így nagyon nem láthattunk úgy, hogy ezt a pályázatot nem nyerjük meg. Az utazást megelőzően a tanulók csatakiáltást, csapatjelvényt és naplókat is készítettek, amiket magukkal vittek a tanulmányi útra. A hetedikesek a Határtalanul pályázat keretében megismerték Erdély történelmét, természeti szépségeit és a határon túli magyarok értékeit. 7 év után újra felállították Kazincbarcika egyik legnagyobb eszmei értékű köztéri szobrát, Somonyi József Anyaság című műalkotását. A bronzszobrot még 1963-ban helyezték el a mai építőkúti tagóvoda udvarán egy medencében. A műalkotás közel egy évtizede megsérült, és oldalára dőlve feküdt. A szobrot a Kossuth Díjas Somogyi egyik tanítványa, Györfi Sándor, karcagi szobrász művész restaurálta és tárolta, amíg haza nem szállították Kazincbarcikára. A műalkotás múlt péntek óta új helyén, a Völgypark Liget útmenti szakaszán található. Bemutatták Somodi Hornyák Szilárd legújabb lemezét május 12-én a Mezei István Művészeti Központban. A most megjelent album immár negyedik a sorban. Barátok, család, zenésztársak és jó hangulat. Így lehetne jellemezni a Somodi Csehszlovák és az Industrial Funky Junkies legújabb lemezének bemutatóját, aminek a Mezei Ház adott otthont. Somodi Hornyák Szilárd zenész művész tanár a KVTV-nek elmondta, az első album mintegy 10 évvel ezelőtt készült el, a mostani, azaz a negyedik lemezen csaknem 2 évet dolgozott zenésztársaival.
Akik ismerik az én munkásságomat, tőlem megszokott társadalomkritika, dallamos, de ugyanakkor dinamikus, alternatív rockzenékkel fűszerezve, és hát ezen a lemezen szereplő emberek az Újhelyi István, aki billentyűzik, sokan ismerik, mert több helyen zenél, Bojti Vilmos dobol, Orbán Zita az énekesnő, Gáspár Attila és Vaszkó Péter a fúvósok, szaxofon és trombita, valamint Ár Istvánt kértem meg még szólógitározni, és remélem, hogy nem hagytam ki semmit. A lemez bemutatón Hadnós Zsuzsa, a Barcika Art Kft. Igazgató helyettese méltatta a szerzőt és a banda munkásságát. A rendezvényen elhangzott, a korongon 14 dal található, aminek megjelenését Kazinc Barcika városa is támogatta. A program zárásaként 4 számot hallhattak a meghívott vendégek. Külön birodalom vár a gyerekekre az 5. Color Fesztiválon a teljesen megújult Völgyparkban, szomszédságában a Mezei István Művészeti Központban és annak teraszán. Augusztus 5-e és 16-a között a Color Kölyök szigeten izgalmas, kreatív kézműves és sportprogramok, valamint bemutatók mellett Kölyök mozi, Csernik Pál, Szende lábbáb műsora, Rutkai Bori és a Cutorborsók vidám koncertje gondoskodnak arról, hogy megszínesítsék a vakáció utolsó hónapját. Az eddigi fesztiválok ideje alatt is nagy hangsúlyt kaptak a gyermekprogramok, ez idén sem lesz másképp, sőt, 12 napon keresztül itt a Völgyparkban egy kolorkölyök szigettel várjuk a gyerekeket, családokat, érdeklődőket. 5-től 16-ig minden délután színes és változatos programok lesznek, a bűvészkedéstől a sportvetélkedőig, peonza verseny, koncertek, 13-án kolorpikniket tartunk, ahol a Cutorborsók zenekaron kívül Balázsi Betti, Varga Feri koncertjét is meghallgathatják az érdeklődők. Híreink végén nézzük a legfontosabbakat, még egyszer, röviden. Igazgatóválasztás. A Pollák tanári karának döntését támogatja a Kazincbarcikai önkormányzat. Bajnok csapat. A KBSC ismét feljutott az NB2-be. Országos verseny. Csaknem 500-an vettek részt a 17. Magyar Mazsoret bajnokságon. A KVTV híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb, jövő csütörtökön a megszokott időpontban várom Önöket. Műsorainkat, híreinket a Kor Online-on találják meg. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!